rajta. Különben az már jöttek ki, de le is. Már elhozom a kamerát. Ezt még az egyik korábbi ilyen hasonló alkalomnál találtuk ki, amikor így volt, hogy lehetett hallani a játékosoknak, hogy akár hallhatnánk is a játékosok, hogy mit közvetítünk, hogy elneveztük a kulcs egységeket valaminek, és akkor így nem tudták, hogy miről van szó. De amikor lépereztem a harmadikba, és amikor megláttam, hogy gáz jön, azt hiszem, hogy nem próbál pusztolni a húzat. Székeket várjál! Nem mondd, hogy nem pusztolsz, én hittem neked, az én védéget próbáltam. Így akarod? Erre felé? Hát, szerintem ott a kamerai is a timing amúgy így nagyon erő. De nem sem, hogy picit lehet a széket. Mert megérkeztem egy menüvekkel, két hellával, az Marinnal, Steam-en is plusz egyen, és neked meg elköltötted a pénzt egy-egyre, meg elköltötted a pénzt le, erre gondolom. Igen, igen, és az a baj, hogy... Egyet lámpát kapcsunk mindjárt, csak most még készülődés van, tudod? Fogd el a keresztet! Nem, azt adod azt a távirányítót. Mi ez egy tanácsos? Kicsit felnagyítom. Felnagyítom. Ne hiszadj bele! Légy szíves. Ez vizet átlít dolgokat. Kamerát, nincs sem annyira fontos, hogy most ki kommentálják. Amúgy sem fontos, hogy ki kommentálják. Te rampó, be. Ja, bocs, itt akarlak. Te rampó. Hogy kell? Jobb nélkülönök, mint oda nézni, az nem gáz. Na, szóval, hát akkor én már megyek is innen el, kapcsolok nektek egy fényt. Ó, ez valami más nyomtál volna. De úgy hallatszok, mert ezt nem vettem be. Na, kérdez. Levente, interjú van. Ugye, itt van? Halló? Akkor egy kicsit elé forgatja. Nem kell. Hát forgat. Levente, ez kicsit. Jó, jó. Bocs. Kérdezni. Hát első játékról mit gondolsz, mi volt az, ami elment? Melyik ponton veszítettél a játékot? Tehát... Amikor észrevettem, nem vettem elég mikit. Mert ennek igazából ez a három béz megindulok, összegyűjtök egy nagy sereget, és a balsikkal azt rambozgatok kiadtam. És hogyha nincs a Nantier, és láttam, hogy azt akar hozni, hogy egyszer le tudod vinni a korruptorokat, onnantól kezdve snowballon a viking. Láttam, hogy nem fénezik, nem infestorozik. Csak amikor észrevettem, hogy 15 vikinget 60, realizáltam, hogy nem lesz jó. Igen. És mi vitár, hogy ezen a mapen meg kell? Szerintem jobb lesz volna talán egy bióval ezen a mapen. Az a baj, hogy amikor újra kezdtük, az első meccsen akartam azt, amit a Örvinden. És 12 gázzal kezdtem, és a kérdezték, hogy mit akartál Reapert, és mondtam, hogy hát ez majd kiderül. És akkor on the fly megváltoztattam a stratégiát, és el lett belőle ez, de amúgy abban is szoktam meg, ez nem tudod a két hoz. De a többi zsávon, tehát nem van ilyen. Dynamite! Hát, ugye az első vagy nem tudom, hogy bejött ez a swarm osztos, és utána egy nagy gyúrlod rá. Hát, sikerült végig nyomás alatt tartani, hogy a egy picit védeni. Jobb lett volna, ha vannak overszíriai, tehát akkor azt elég hiányos volt, de egyébként nagyon szépen csinált ezt valamosztokkal, sikerült átdönni. És a második játékban mi volt az, ami hiányzott ahhoz, hogy meg tud fogni azt, amit Chris csinált el, és hogy... Hát ott csak szerintem távol felhívnak. Megpróbáltam a rúcs bőnyügyel felhívni, és ott volt két tank, ami itt az összes bőnyügyet fizett, azt tudom már. Hát igen, ott láttam ez igazából, az a Hellion drop, az nem arra is jó volt, hogy szerintem egy 20 drónt kb. Megöltem, nem tudom, hogy mennyit számláltatok, de hogy arra jó volt, hogy láttam, hogy jön a... Jó, tök mindegy, én nem számoltam, csak láttam, de igazából legfontosabb az volt, hogy láttam, hogy jön a road speed, és láttam, hogy jön a burning speed. És igazából ebből még lehet az, hogy azon akar defelni, de túl kevés drónod volt ahhoz, hogy... Meg is akkor utána ráöletett onnét, meg már nem tud mit csinálni, mert két oldalról droppolom felek, hogy alá is tudok siege-elni azon a mapon. Hát meg a engineering blokk az erre jó, hogy vagy kiforszolom belőle, hogy jönjön boostolni, és... Nincs beáltása van, ne? Szóljunk közben Alexanderéknek, hogy egy pici szünet van, amíg megcsinálják a játékosok. Jól csinálni, hogy egyébként. Hát gondolom, csak kitalálják. Alexander, és akkor... 5 perc. A harmadik meccs, megmondom, azt nyomtam, amit az elsőn akartam, és igazából ez egy nagyon erős timing. Főleg, hogyha látom, hogy igazából a roach a legijesztőbb. Tehát, hogyha a roachot hoz a legelején, akkor ezzel meg, de akkor meg nem így megyek. Tehát akkor kiextelek. A második játékban talán az elég nagy bukó volt, hogy fölmentél inkább a bailingekkel, nem pedig nem az SCV-kben, amikor ott álltak a naturán. Tehát, hogyha
azokba belemész, akkor talán jobban jött. Ne, de az mi gondolsz, hogy az, hogyha azokat az SCV-ket meg tudod ölni, akkor talán máshogy végződött volna az a játék? Hát valószínűleg. Hát az a baj, hogy bonit a tech előnyem erősebb. Tehát szétdroppolnak ugyanúgy. Lehet, hogy kevesebb bonitom jön ki, de harmadik CC-n volt. Tehát azt mondom, hogy onnantól kezdve a tech előnyöm, bármint, hogy neki nem volt sem utája, se hidrája, nem tud mit kezdeni a droppokkal. Tehát oké, hogy oda tudsz menni, megfogni, de ha már két oldalra jön közben, én simán négyet expelek, hogyha akarok. Igen, mondjuk elég sokáig egy base-ben voltál a második hát játékban. Mert, hogyha az engineering block... Azt nem tudtad kitenni. Hát ne, hogyha kirakom, teljesen greedin, láttam, hogy van roach, van ren, próbáltam, láttam, hogy van bailing nest, onnantól kezdve nem lehet túlságos. Én meg szeretek egy base-ben maradni, hát most mi baj van vele? Te rám vagy meg. Most komolyan mondom, hát... Wings of Liberty old times. Persze. Esetleg a chaten, hogyha valamit szeretnének megtudni a játékosoktól, lehet kérdezni, amíg szabélyek csinálják. Van egy kis tigréjé. Hát jó, az a páros. A BBQ-nak nyalom a lelkét, azt mondja, hogy jó fej vagyok. Eltem oda a szövegemet, gyerek! Inkább azt mondd meg, hogy miért nem működik a füleset. Működik, csak a izét kell bedugni, a zöldet. Nem az USB-t, mert akkor csak világít. Most ugye, ez a izé. Technika. Mert ez a proston kell rágulni, hogy lássák, hogy komolyan veszed a dolgot. Ez a sportember rágulza. Miért vágattad le a rasztát? Az Máté volt, ha jól tudom. Én, nekem volt. Neked van rasztát? És Máténak még van. Mi ez a még? Maradban. Tehát onnan tudod, hogy egyszer nem lesz. Mindegy. Hát, le kell, büdös lesz. Máté is már nagyon büdös. Komolyan mondom, mert... Bocsánat. Ja, van a szekvény tetején, nem mondod, hogy látszik. Hát ez kész. Kérdezz még valami játék idétedet. Hát az egyik kinyakolád, a másik ne, meg valami bort. Bránya Máté, ne legyen. Persze, hogy eljön. Miért játszol Zerggel? Upé, Race, mondd meg! Te, Dineske! Na, közben. Majd ráérjünk. Most interjú van. Ti meg játszanak. Jó, szarok. De nem játszanak. Még szünet van ilyenkor. Még ne játszatok, he! Nem egymással játszatok. Ja, hát jó. De most Terrornak nem kell hallani. Szabi! Jaj. No. Hát hogy esett a választásod erre a fajra? Igazából sokáig ugye random voltam volban végig. Valahogy... Itt a legkönyvő. Itt a fóban nem van a legkönyvő. Spirit ezt megcáfolná szerintem a csetel, hogyha még mindig néz. Szegény Zerge megint diszkriminálja el ennyit. Jó. Egyébként Breach nyert 2-1-re, ha már így megkérdezték. Igen, de még bőven messze van azért az igazi győzelem. Hát igen, az még egy pár órányi. Igen, ez így kicsit hosszú lesz. Annyira azért nem. Nem tudom, még azért van egy pár ilyen, és ez is volt egy több mint egy óra, főleg most egy szerelés van. Nem úgy ezt meg Pobi is azt mondja, hogy ki fogja 2-0-ázni a másikat. Mint a világ nem is tudod, hogy milyen a szék, hogy üljek bele ebbe a székbe, tök más. Az ő székén tudnék jól ülni. Nézd meg, ebben a székben hogy lehet úgy belülni, nem vagy ilyen izé, full lazar. Hát de nem, mert ilyen nagyon hátul van a lézre. Hát ez egy fotel az öget szék. Hát ezt mondom, hogy fotelben csak lazán lehet ülni. Hát... Ám közben Photoshop-ba lehet kéne update-elni, Axmart nem tudom. De ne arra úgy, hogyha ha rossz benyomást keltettem rád, nagyon sajnálom. Mit kéne update-elni Photoshop-ra? Nem tudom. De mit kéne Photoshop-ra? Ja, hogy update-elni, de mondjuk Zuigék csinálják azt hiszem az angol streamen, mondtam nekik. Aztán mi lesz belőle, azt nem tudom. Remélem a döntőben újra találkozunk. Nem kellett azért van a stream, hogy nézzük, és akkor a nézzük, akkor megvered Szabit megint? Hát, talán. Szabinak nagyon nagy az arca, kis gyógykezelés nem áll. De hát megkezelgettem múltkor, nem? Megkezelgettem bizony. Na, a srácok, hogy álltok? Mindig játszotok? Szabi, két rakszolj! Nézzük a... Ez se szarja már velünk. Nem ez így. Ja, sajnálom. Hol az egész? A nagy monitor. Ki kéne sipolni? Ja. Mit szeretném? Hát de miért raktad át, hogy megnézem a izéket? A tabban? Írjátok már Zuinnak, hogy egy win, nem egy point. Nem szeretném így, tehát ne, mit csinálsz? Adjad úgy. De hát a... Rakját Twitch-re. Twitch-re. Írjunk már Zuinnak. Légy szíves. Mit? Hát, hogy nem egy point, hanem egy win.
Vágod. Hol az egér? Na jó van. Szerintem jó meccs. És te miért választod a Terránt, hogyha már így megkérdeztük Dynamite-tól? Nem, a legjobb. Nekem azt tetszik a legjobb. Én Brudvárban is nagyon szeretem a Terránt, csak nagyon szar voltam vele. Hogy haladnak a srácok? Rettegsz az 5G-től. Rettegek minden Protoss praktikától. Na jó, köszönjük az interjút. Na, jó. Úgy ott a székben, mint hogyha most nyerte volna meg a vícies. Ott van, vigyük vissza halálát. Óvatosan. Óvatos vagyok, halálóvatos. Várjál. Milyen pofára esik ebben a zsinórba? A mikrofon még ugyattól még megy. Még ment. Lekapcsoljam. Betehetsz valamit, hogyha még nem kezdtene. Nem, nem kell zene. Vagy kell zene? Szerintem egy kisebb, nem tudom. Mondd! Ja, nézem, nagyjából jó. Kicsit lejjebb. Kicsit jobbra. Szerintem látom. Eltűnt a kupa. Ki lopta el a kupát? Valaki ellopta a kupát. A kupa? Ki lopta el? Hol a kupa? Mi a kupa? Egész eddig volt a kamera előtt a kupa, és ellopták. Hol a kupa, gyerekek? Na, jó itt a helyzet? Jó, jó. Nagyjából jól állunk. Épp az jó lesz. Hang az jó. Valami királykupa jobban nézni ki. Kristálykupa. Hát gyerekek, majd ha adtok rá pénzt, akkor lesz kristálykupa is. Vagy tőlem aztán tömör arany is lehet. Nekem mindegy. Erre volt keret. Crystal Meth, az igen, igen, igen. SCL sok Breaking Bad-et néz. A, hát most a balos az éppensége Purple, de egyébként Popcorn lesz, jobb oldalt pedig PS-ül. Igen, tele van lányokkal, csak ők így a másik szobában vannak, és hát ott várnak minket mesztelenül. Fölkészülve mindenre. A, igen, a praktikerben vettük a kupákat, meg az egész házat igazából. Közben nagyon-nagyon megy a fotózás, hogy látom, hogy a Depcomon. Mit szeretnél? Jaj! Na, közben az angol streamt nézettátok be. Ez itt van, ezt itt megnézem. Ja, jó. Jó, rendben. Ingen, akkor mi a helyzet? A fene legyen meg ezt a dual monitor. Jó, már felfogtam, azt hiszem. Who plays next? Yes! Hol vannak a betik? Kérdezd meg a bracket. Kérdezd meg a bracket, hogy le tudják-e photoshop. Megkérdezem, hogy vagy nem. Hobi, közben Cacos megkérdezte, hogy miért vagy ilyen handsome. Gyula, vedd lejjebb a kamerát! Na, a sok amatőr, öcsém. ISIS-nak a lakásáról van szó, és... Most milyen? Tökéletes! Több mint tökéletes, nagyon szép, mindenki csodásan látszik. Bal oldalon Popcorn, jobb oldalon PS. És már mindjárt egymásnak feszülnek egy pár percen belül. Közben remélem a Barcrafton mindenki jól érzi magát. Egyelőre még hang problémával küzdködünk, ugyanis a PS által átkonfigurált gép nem barátja a fülhallgatóknak. Majd átadjuk Norget. De egyébként a technika tényleg nem barátunk semmilyen téren, mert egyszerűen nem hajlandó
engedelmeskedni. Majd szerintem a PS versus Popcorn set után csinálunk egy interjút a Barcraft-tel, ahol majd szeretnénk benneteket megmutatni a külföldi nagyközönségnek, hogy lássák, hogy a magyar e-sport az hát bizony zajlik, és egyre nagyobb. Úgyhogy majd szeretnénk egy kis életet vinni a dologba, majd nem sokára meglátjátok, csak előtte még lesz egy setünk, és utána haladunk tovább a semifinalshez. Vagy, várjál, még nem a semifinals lesz. Vagy, nem, mondom, nem, még nem a semifinals lesz. Nagyon-nagyon sok idő. Ez a semifinal, jó. Még nem. De elődöntő, harmadik helydöntő. Jó, én egy kicsit el vagyok varázsolva. Tegyétek még egy picit lentebb a kamerát! Próbáljuk alakítgatni az environmentet itt, hogy megfeleljünk mindenkinek, ahogy tudunk. Köszönjük szépen eddig mindenkinek, aki velünk tart, és üdvözlünk mindenkit a Barcraftban, de még a külföldi streamen is. Megnézzél, Axmart, hogy mennyien néznek minket? Körülbelül lehetünk együtt... 105-8. Lehetünk körülbelül együtt 250-en egyelőre, és ez még csak az első set volt, várunk továbbra is minél több nézőt, minél nagyobb közönséget, éljön a magyar e-sport. Mi? Nem lehet. Micsoda? Szeretnék Gyulának a könyves dekoltázsát. Ne engedtek is? Persze. Updatál majd a... Like a deadly green land, mine, mine.
of my drop ships, take them to a base, and now I'll blow you up. You got no workers now. You got no buildings now. This is kind of embarrassing. Ain't even got no feelings, feelings, feelings. Oh, like feelings, feelings, feelings. Oh, like feelings, feelings, feelings. Oh, like it's empty Greenland, my feelings, 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 feelings. Oh, like feelings, feelings, feelings. That's recursive operational. Feelings, feelings, feelings. Oh, like it's empty Greenland, my feelings. Alright, what if, man? I'm gonna play some Minesweeper. Hello, everyone. This is H to the Husky Husky here. And this is Kurt to the Kurt Kurt. Pretty close, pretty Kurt. Close. Good job. Yeah. So, we really hope you guys enjoyed the video. It is my 300,000th subscriber video. So, thank you for everyone who's watched and subscribed and all that good stuff. I really, really hope you enjoyed it. And before people ask, which they'll still probably ask anyways because they didn't watch the end of the video, I did sing the rap part. Like, that's actually me. And then you actually like produced like the rest of it, right? Yeah, this guy's a professional rapper, you know, so that helped. I do have the necklace. So yeah, he actually did sing it and produced it from scratch. And your points go down, the tears come out, and all I hear are screams and shouts. The QQ hurts, it's driven you insane, so mad you rage. You said you yelled to me, yelled to me. I said have fun, PVZ's hell for me, hell for me. Let's pray this game just may go well for me, well for me. Psh, easy matchups, what you telling me, telling me? Let's engage right now. Now you really feel the rush, busting with everything. Everything got flushed. Archons came in from the side, threw your units away. You blame it on the game. GG's not what you say. You're so mad you raged. The points go down, the tears come out, and all I hear are screams and shouts. The QQ hurts, it's driven you insane. So mad you rage, so mad you rage. Fun TVT's hell for me, hell for me. I really hope this one goes well for me, well for me. Psh, easy matchups, what you're telling me, telling me. Let's engage right now. Now we both have had enough. Nuclear loss detected. Thought you called my bluff. Something's coming from the sky. Blew your units away. You blame it on the game. GG's not what you say. You're so mad you rage. Your points go down.
I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. This boat is sinking, there's no sea left for me. And how the sky gets heavy when you are underneath it. Oh, I want to sail away from here. And God, He came down, down, down. And silent, nothing. You rolled up, asked him what he was sipping on. Said lean, you wanna hit a dog? That's the same stuff Wheezy sipping, huh? And tons of other rappers that be spitting hard. Yep, he had five a bone. I'm gonna pass him that styrofoam. The Easter pink heard a rhyme before. I finally got to see what all the hype was on. And then he took a sip, sitting in the Lincoln, thinking it was pipping as he listened to the system. Little did he know that it was just as addictive as bass. Not the kind of hit from the kick drum. Hot box, let the bass bump. Take it to the face.